Próbálok minél kevesebbet gondolni az előző meccsre, most a legfontosabb, hogy az előttünk álló feladatra koncentráljunk. Szeretném, ha a legjobb játékunkat vennénk elő hétfőn, aztán meglátjuk, mi történik. Ha azon gondolkoznánk, mi lesz, vagy mi lehet, akkor az túl sok energiát venne el feleslegesen. Rengeteg dolog változhat, úgyhogy nem érdemes ezzel foglalkozni. Mi beleteszünk mindent, és meglátjuk, mi sül ki belőle. Volt már egy kis szünet a naptárban, még szabadnapokat is kaptunk. Ez nagyon jót tett mindenkinek, hiszen egy kicsit lazítottunk, kiszellőztettük a fejünket, energiával feltöltődve jöttünk vissza, és most 100%-osan már a Bukarest elleni visszavágóra koncentrálunk. Stine nem tudott játszani Bukarestben, de most készen áll, és Anya is velünk edz. Már jobban érzi magát, talán pár percre ő is be tud állni. Ez remek hír a csapatnak. Az szintén nagy különbség, hogy ezúttal nem volt hétközi meccsünk, sőt, viszonylag hosszabb szünet volt. Fontos ez nekünk, hiszen tudtunk egy kicsit regenerálódni a most következő élet-halál meccsek előtt. Átalakultunk, tehát más stílusban kell játszanunk. Azt mondom, hogy edzésről edzésre, tehát egyre jobban úgymond szokjuk meg ezt az új helyzetet. Nagyon várom már a hétfői mérkőzést. Ugye ott kikaptunk, és nagyon szeretnénk győzni. Meg hát ugye nem tudjuk a következő mérkőzéseken, mi fog történni.